És hát akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy gyakorlatilag te életed meccsen jön, nem? Azt gondolom. Mesélj nekem erről a belga fiúról. Most úgy, hogy teljesen csak sportszakmai dologból, hogy ez mennyire fekszik neked, hogy mennyire jó az neked, ugye, hogyha ha vendégként vagy kint Belgiumban, most jöttél meg a sajtótájékoztatón, hogyan fogadtak, és a többi társai ilyenek. Jó, rendben. Legelőször is köszöntök mindenkit is, még egyszer köszönöm a meghívást. Nagyon nagy örömmel érkezek mindig ide hozzátok, Sárbogárdra. Nagyon szeretek, van itt egy kedves család, akihez nagyon szívesen jövünk vissza, mint családostól, mint én magam. Tehát igen, szerdán megjártuk Charleroit, ahol lesz a maga a mérkőzés október 19. Igen, fogalmazhatunk úgy, hogy életem egyik legnagyobb lehetősége, de ha most hozzáteszem, hogy boxoltam már világbajnoki döntőt, boxoltam már olimpián, azért azok mind akkora mérföldkövek egy sportolónak az életébe, hogy nem lehet konkrétan kijelenteni, hogy ez a legfontosabb, minden egyes mérkőzésre így készülünk, és most nyilván ez van, ami a legnagyobb esben van tartva. Ugye már csak azért is, mert a VBA világszövetségnél, ahol a világranglistán jelenleg harmadik vagyok, a VBO-nál világranglista vezető, a VBC, illetve az IBF-nél a top 10-ben vagyok, az első magyar profilkörjú vagyok, aki mind a négy nagy világszervezetnél a top 10-ben van, eddig még magyar ökörjúnak ez nem sikerült, sem Madárnak, sem Kokónak. És nyilván ez most azért másabb így, mondhatni így a lázó fekvése, mert hogy ha jól akarom idézni magam, akkor az oroszlán barlangjába megyek el, és az oroszlán barlangjába fogom ezt az övet elhozni, az oroszlán barlangjából fogom ezt az övet elhozni. Ugye nagyon-nagyon sok ilyen kijelentésem volt én nekem már a Félix felé, hogy induljunk el, vegyen három repülőjét, és a világ bármelyik tájékán, ha kell, én szorítóba lépek, mert a jó Isten megadta nekem azt a lehetőséget, hogy Kínától Mexikóig a világ bármelyik pontján, az összes Ausztrália kivételével a világ minden országában voltam már, mindenhol léptem már szorítóba, mindenhol vertem meg hazai sztárt, és hoztam el ezt a dicsőséget, hogy a kezemet felemelték, de a profilkövívás ez nyilván más. Ahogy most szerdán kiérkeztünk, tapasztaltam én is, hogy van feszület a belgákban, mert rájöttek, hogy nem biztos, hogy ők nekik ezt a mérkőzést annyira be kell... Tudtak volna könnyebb ellenfelet választani, és maradjunk így ebben. És ez teljes mértékben látszódott is a belga csapaton. Én meg mint egy jól lakott napközis, tényleg kihúzott mellkassal, tényleg széles jókedvel jártam, mentem ott a csarnokba, a sajtótájékoztatón, és hát érezték rajtam azt a magabiztosságot, amit az ellenfelemen én nem éreztem. Beszélgettük itt lent, mikor megjöttél, hogy jó ránézni a plakátra, amin, illetve a sajtótájékoztató, hogy jó volt nézni, hogy végre te, a magyar versenyző nagyobb vagy és fizikálisan erősebbnek látszasz. Mit gondolsz, mennyire fog fizikai erőről szólni, illetve taktikai harcról ez a mérkőzés? Nyilván persze majd ennek az ötvözete a lényeg, de mennyire fog számítani szerinted fizikálisan? Ugye mondtad azt is, hogy az utóbbi meccseken az első pofonoktól azért megijedtek az ellenfelek. Azért azt gondolom, hogy ez a belga fiú, ez már nem az a kategória, aki meg fog ijedni, de hogy fizikálisan érzi azt a fölényt most, mint mondjuk az előző meccseken, illetve az utóbbi időben? Mindenképpen érzem, mert nyilván, hogyha megálltok egy face-to-face helyzetbe, és a következő ellenfeleddel neked farkaszemet kell nézni rezzenéstelen arccal, ami neki nem volt rezzenéstelen, mert lehetett látni a feszületen az arcán, megremegett neki az arca, tényleg nem bírta ezt a közelséget, ezt a feszületet. Nyilván nekem ad egy lelki magabiztosságot, hogy tényleg lehet azt mondani, hogy egy ekkora darab pali vagyok, tényleg két olyan emberrel hozott össze az élet, akik az elvégzett munkába bíznak, és nem a szerencsébe, hogy általában 8.-9. menetnél tudunk pihenni két menetet, és akkor valahogy még az utolsó hármat kihúzzuk, nem. Mind a két edzőm, akár Bertó Klubertet említem, aki a szakmai hátteret irányítja, illetve Mizeres volt, aki az ellenléti edzőm, tényleg minden aljas szándékot elkövetnek minden egyes edzésen, hogy mi kellőképpen megkínozzanak, és mindig viccesen meg szoktam kérdezni tőlük, mikor már a nyelvomat érdemlém, hogy akkor gyerekek, ma nem fogunk edzeni, ma csak ilyen hülyeségeket csinálunk.
És nyilván az embernek az elvégzett munka, az a egyfajta magabiztosság, az a lelki nyugalom, ami tudja, hogy benne van munka, és még addig el kell mondom, nagyon-nagyon sok lépcsőfokot meg kell a héten, jövő héten, meg a következő hetekben még másznom, de nyilván lehet arról beszélni, hogy egyfajta magabiztosság és nem nagy képűség volt bennem, hanem én tudom, hogy mi az a munka, ami bennem van, és merhinek se fog tetszeni az a mennyiségű munka és az a fajta ütések, az a magasabb iram. Most nyilván erről beszéltünk a taktikáról, mert gondolom, hogy merhihez nem fog elkerülni. Amit mi kinéztünk és elnéztük a hibáit, nem nagyon szereti a magas fordulatú mérkőzéseket. Így, hogy menetenként kell ütni 8-10-et, így akár elboxol 10-12 menetet is, de amikor már egy olyan ellenfél van vele szemben, egyébként neki van egy veresége profi karriere során, egy hasonló stílus ökölvívóval boxolt, mint én, ő a francia-orosz Julia Rami. Ő az első menetben megkínálta, segre is ült a merhi, és a 8. menetig próbálta kivédekezni magát a merhi, de olyan nagy erejű ütővel, mint én vagyok, még nem találkozott. Neki ez nyilván kellemetlenség, amatőr mérkőzése volt 30 darab, épp hogy csak megtanulta valamennyire az amatőr szabályokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő még nincs erre felkészülve, és nyilván mi erre készülünk. Én azt mondom, hogy amíg a szívemhez legközelebbek állnak, és aki fontos és számít, az ott lesz a csarnokba is szurkolni fog nekem ebbe a pólóban. Még mondjuk rá fog kerülni egy logó, de ebbe a pólóba ott lesznek a csarnokba, és szurkolni fognak nekem. És igazából, hogy most a belga közönség mit fog szólni, abban nem fog, egyszerűen nem tudok foglalkozni, a saját magam útját kell járnom. Igazából most már kezdünk belépni abba az időszakba, amikor sajnos ki kell jelentenem, hogy önző leszek, és csak magammal foglalkozok, és nem tudok mással foglalkozni. És ezt a szorítóba is be kell vinni, és a szorítóba ezt meg kell mutatnom. Mennyivel másabb most, hogy minden meccsre úgy készül az ember, hogy 100%-ig tudom én is, amikor versenyeztem, akkor mindig a következő volt az, és akkor az lesz az életem legjobb felkészülése, a legkeményebb, még minden mondott, hogy a térdedig ér a nyelved, meg mindent. Mennyivel raktatok rá arra, ami eddig volt idézőjelben? Mennyivel több az edzésmunka, mennyivel több a maga az edzés minden szinten, mennyivel foglalkozol egy nap többet a felkészüléssel egy ilyen komoly meccs előtt? Nagyon nem azt mondom, hogy hihetetlen. Igazából nem lett több és nem lett nagyobb maga az edzés. Konkrétan most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kiválasztott, konkrét ellenfélvel készülünk, és céltudatosabban tudunk készülni eddig. Általában nagyjából tudtuk belőni, hogy majdnem minden eddigi ellenfelem lemondta a mérkőzés, és így a második, harmadik vonalból tudtunk utolsó pillanatban valakit rengatni. Lehet azt mondani, hogy az első olyan ellenfél, akit az első pillanattól kezdve tudjuk, hogy az ő, és célirányosan tudunk rá készülni. Igazából mondom, annyival nem lett, sokrétűbb lett maga az edzés, és teljesen mások az edzéseknek a maga az összepakolása, teljesen más most egy edzés felépítés. De igazából nem edzek többet, ugyanazt csinálom, mint eddig csináltam, csak nyilván teljesen más, amikor az ember célirányosan valaki ellen készül. Jövőre lesz ugye Tokióban az olimpia. Beszéltük ezt is itt lent az előbb még a színpad előtt, hogy most ugye vannak változások a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség és a NOB kapcsolatában. Legyünk így diszkrétek. És van esély arra, hogy a profi ökölvívók is vissza tudjanak menni az olimpiára és tudjanak indulni az olimpián. Te már voltál olimpián. Mit gondolsz, hogy tegyük fel a legpozitívabb forgatókönyvet, hogy most ezt a belgát, ezt hülyére vered mondjuk, és utána mennyire gondolkodsz el azon, hogy esetleg az olimpiára visszamenjél, vagy pedig tényleg, ahogy mondod, hát, hogy a négy nagy világszervezetnél ott vagy a top 10-ben, ez nagyon-nagyon nagy dolog, hogy tényleg egy igazán komoly, akár tengeren túli karrierbe gondolkodjál még, illetve meccsekbe. Igen, hát jó a kérdés. Ugye a 2008-as pekingi olimpiát megjártam, 5. helyen jöttem haza, és mondhatom azt, hogy sportolóként én úgy gondolom, hogy az ember, amit el tud érni, az a legteteje, az egy olimpia. 3 hetet voltunk kint Pekingben, az olimpián, az olimpiai faluban tényleg számos sportolóval együtt ebédeltünk, egy Michael Phelps-el, megnyert 7 olimpiai érmet, és
két cég előtt mellettem a McDonald's-on, mert ott ebédelt, ott reggelizett, ott ebédelt. Elengedhetetlen, nyilván a McDonald's ezért a főtámogatója az olimpiáknak. Viccet félretéve, tényleg az olimpia az egy olyan plusz tud adni az embernek az életében, amit nem lehet megmagyarázni. Abban a három hétben, amíg kim voltunk az olimpián, ott lehet úgy kifejezni magam, hogy királynak éreztük magunkat. Ott én úgy gondolom, hogy minden sportoló ezt átéli, és nyilván miután megvolt ez az első olimpiai szellem, ezután a nyomunk fogja követni, és hát nem betitkolt szándékom, a 2008-as pekingi olimpia után engem akkor voltam egy hét teszt ilyen hétenként a Sauerlandnál, annak idején egy ismerősöm vitt ki, és kim voltam egy hetet a Sauerland istálójánál, de én úgy gondoltam, hogy a profi világ akkor még várhat, én még szeretném a londoni olimpiát megjárni, sajnos arról egyetlen egy meccsel lecsúsztam, úgyhogy a londoni olimpiára nem tudtam kijutni, és ugye 2014-ben, amikor a VSB, ez a félprofi amatőr ligába boxoltam kint a Dolce & Gabbana-nál, akik világbajnokok lettünk avval a csapattal, akkor még úgy játszottam így a gondolattal, és hát ugye akkor keresett meg engem Rácz Félix, hogy mi lenne, ha hazajönnék, és nem ezt a cirkuszos életet élném, hogy bőrökből pakolok be, és akkor két hétig bőrökből öltözködöm, hazajövök három napra, megint vissza Olaszországba, vagy a világ bármelyik pontjára, ugye rengeteget utaztunk abba az időszakba, és akkor már úgy éreztem, hogy egy kicsit most már elég, 340 amatőr mérkőzéssel a hátam mögött, már úgy gondolom, hogy majdnem minden estémet szeretném otthon tölteni, és nem bőrömből be. És akkor kaptam, ugye akkor egy olyan lehetőség volt a kezemben, hogy ebbe a VSB szezonban, ez a félprofi liga, amivel unyóztam, akkor az akkori világranglista alapján második voltam a világranglistán, ami azt jelentette volna, hogy a Rio-i 16-os olimpiára már meg lett volna a repülőjegyem. De az a baj, hogy ebben nem nagyon mertem beleélni magam, mivel már az ökörüláson belül értek ilyen csalódottságok, lehet így nevezni. Én úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha áttérek a profi világra. Igen, és most annyit fordult a kocka, hogy most már a profi ökörülókat beengedik az olimpiára. Ez ugye most egy két vagy három hete lett hivatalos, és az első telefon meg is kaptam Erdei Zsolttól, aki a Magyar Ökörüló Szövetség elnöke jelen esetben, hogy Imikém, hogy vagy, drága barátom, mi van veled, hogy van, nem esetleg gondolkodsz 2020-ban Tokióra. És jó a kérdés, mert én tudom, hogy mit jelent egy olimpiának a szellemiség, én tudom, hogy mit jelent egy olimpiai zászló alatt bevonulni egy megnyitó ünnepségre. Tényleg egy olyan fantasztikus érzés, amit nagyon-nagyon kevés embernek adott meg, és most már lehet sajnos azt mondani, hogy Magyarországon egyre kevesebbünknek, mert kis nemzet vagyunk, kis ország, kevesebb az alapanyag, mint egy Amerikának, vagy egy Kínának, Japánnak, akár egy Oroszországnak, úgyhogy kisebb a merítési lehetőség, kevesebbek az olyan sportolók, akik tudják magukat képviselni az olimpián. És igazából tényleg lehet azt mondani, hogy így a Merhi mérkőzés árnyékában vagyunk még most, és nyilván minden öreg szánunkra erre figyelünk. Nem tudom, nagyon-nagyon érdekes, mert hogyha esetleg úgy döntenénk, hogy a Magyar Ökörüló Szövetséggel karöltve, és nyilván a menedzserem beleegyezésével, Rácz Félix beleegyezésével úgy döntenénk, hogy a 2020-as Tokiói olimpiának neki lódulnánk, hát akkor lehet azt mondani, hogy decemberben kellene kezdeni a felkészülést, hogy a március-áprilisi válogató versenyeken az olimpiára kijutási kvótát azt meg tudjuk lovagolni. Én úgy gondolom, hogy addig bődületes mennyiségű víz fog még lefogyni a Dunán, és legelső, tényleg legelső cél ez az október 19. De nem vagyok semmi jónak az elrontója. Az olimpia árnyékában tényleg azt tudom mondani, hogy minden lehetséges. Hát sok sikert kívánunk neked, főleg ugye most az októberi belga meccsre, aztán utána nézzük meg tényleg, ahogy mondod, hogy mi lesz a Tokiói olimpián. Én bízom benne, hogy azért mindenhonnan pozitívan fogsz kikeveredni. Hoztatok egy pár srácot, itt az előbb beszéltük, hogy egy pár dolgot itt mutatnánk majd. Arra szeretnélem megkérni, hogy kommentáljad azt, hogy a srácok mit fognak itt beidézelve bemutatni nekünk egy kis szeletét az ökölvívásnak. Ugye, mert nem csak ütésről szól, hanem védekezésről is főleg. Jó? Jó. Hát nyilván az ökölvívás az olyan bőtületes mennyiségű információ, technikai tudás, hogy azt nem lehet tényleg hetek alatt se átvenni, vagy
ismételni meg főleg nem lehet. Úgyhogy igen, itt van itt egy pár vállalkozókedvű fiatalember, most ahogy beszéltük már itt a teret megtakarították, úgyhogy a munka fő részét már elvégezték. És igen, akinek van kedve egy kicsit az ökölvással foglalkozni, megismerkedni, az kérem, hogy álljon fel és akkor csatlakozzon, és akkor egy pár dolgot be tudunk mutatni így az ökölvás szegmenséből. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és a lehető legjobbakat kívánom neked szépen. Belgiumra is, meg a továbbiakba is. Egy nagy tapsot kérünk Szellő Imrének még egyszer, köszönjük!